Kapospula művelődési házában tájékoztatták az érdeklődőket a Hungária Takarék szakemberei a családvédelmi akcióterv legújabb elemeiről. Hungária Takarék egy lakossági fórum keretében 15 állomás helyen egy roadshowban mutatja be a jelen pillanatban aktuális falusi csokk és babaváró program tudnivalóit. Ennek az első állomása a Kapospula. Itt fogjuk bemutatni ezeket a termékeket. Képzett kolléganőink fogják elmondani, hogy mit lehet ezekről a hitelekről, támogatásokról tudni, milyen módon lehet ezeket felvenni, hol tudnak érdeklődni. Július 1-én indult ez a program, nagyon sok érdeklődő van, többeknek már ki is lett folyósítva ilyen jellegű hitel, illetve támogatás. Folyamatosan jönnek az érdeklődők, napi szinten legalább 4-5 családházas pár jelenik meg a dombóvári fiókunkban, akit ez a termékkör érdekel. A kedvezményekről, hitelekről a pénzintézet képzett szakemberei tartanak előadást a roadshow minden állomásán. Ezeken a tájékoztatókon a babaváró hitel és a falusi csok áll a középpontban. Elsősorban ugye a babaváró hitel, házaspárok szabad felhasználású hitelkonstrukciója a babaváró hitel. Nagyon fontos azt tudni, hogy itt gyermeket vállalni nem kell, tehát előre szerződni nem kell, azonban 5 éven belül, hogy a kamattámogatás ne vesszen el, és kamatmentes legyen a teljes futamidőre, 5 éven belül az első gyermeknek meg kell születnie. Falusi csok esetében ugye a 2486 preferált kistelepülésen lévő ingatlanok esetében lehet ezt a támogatási formát kérni. Abban különbözik a normál csokhoz képest, hogy a támogatási összegnek a felét vásárlásra, másik felét korszerűsítésre, bővítésre lehet felhasználni. A családvédelmi akcióterv egyébként 7 pontot foglal magába. Az elhangzott elemek mellett a jelzálog hitelekhez nyújtott támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, a többgyermekes anyák SZIA mentessége, a bölcsődefejlesztési programok és a nagyszülői gyed is szerepel a kormányzati intézkedések között. De ebből ugye a falusi csok, illetve a babaváró hitel, ami a takarékszövetkezetünknél kezdeményezhető. Harmadik elem a jelzálog hitel támogatás, ami ugye a második, illetve harmadik gyermek megszületését követően lehet igényelni, de itt mindenképpen az illetékes járási hivataloknál kell elindítani az igénylést, és a takarékszövetkezethez már úgymond a törlesztési része vonatkozik. Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy egy adásvételi szerződést megelőzően célszerű bemenni valamelyik takarékszövetkezetünkben. Hungária Takaréknál most jelen pillanatban ugye 37 kirendeltség bármelyikébe befáradhat a kedves ügyfelünk, és tájékozódni kell arról, hogy milyen szükséges nyomtatványok kellenek. Éppen azért, hogy hiánypótlás és egyéb ugye ne hosszabbítsa a futamidőt. Amit legfontosabb, amit el lehet ezzel kapcsolatban mondani, hogy a teljes hiánytalan dokumentációt tudunk befogadni, és ez alapján tudjuk elindítani magát a hitelt, illetve a támogatási kérelem elbírálását. Babaváró hitel esetében törvényi előírás, hogy 10 napon belül meg kell születni a döntésnek, tehát ezt mindenképpen tartjuk magunkat ehhez. A falusi csok esetében azt tudom mondani, hogy standard bírálat esetében azért az is meg szokott lenni a 30 napon belül. Egyébként ott a 30 napot kell tartani. A lakossági fórum további állomásairól a Hungária Takarék honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol egy átfogó tájékoztatót is olvashatnak a családvédelmi akciótervről.